Sportos szép napot kívánok! Önök a Válaszd a Sportot, a Nagy Sportág Választó magazin műsorát látják. Bízunk benne, hogy a nézők többsége számára a Nagy Sportág Választó rendezvény sorozat neve nem cseng ismeretlenül. A fővárosban egy évben kétszer, májusban és szeptemberben megrendezésre kerülő, közel 22 ezer látogatót vonzó budapesti Nagy Sportág Választókon több mint 100 sportág jelenik meg interaktívan, díjmentesen kipróbálható módon, legyen akár olimpiai, nem olimpiai, verseny vagy szabadidős sportág. 2010-től a Nagy Sportág Választó országos mozgalommá vált, és szervező partnerek bevonásával számos vidéki városban is megjelent, segítve, hogy a sportot kínálók és a sportot kívánók egymásra találjanak. Nyilván ezeken a regionális rendezvényeken a városban és a város környékén megtalálható sportágak, sportolási lehetőségek mutatkoznak be. A sportág toborzó rendezvények idén két új tematikus szezonális rendezvényel, a nyári és a téli sportág választó rendezvényekkel bővültek. A Nagy Sportág Választó szervező iroda, így már egy évszakot sem kihagyva, igyekszik minél többször lehetőséget adni a sportágak megismerésére és élményt adó kipróbálására. Bízva abban, hogy a rendezvények hatására egyre többen választják a sportot, és választanak maguknak hozzájuk passzoló sportágat. Most induló magazinműsorunkkal is a sportág választásban szeretnénk segíteni és hasznos információkkal szolgálni. Nézzük, hogy miről is lesz szó az első adásban. Sportról gyerekszemmel címmel motivációs sportetüdőt hallhatnak arról, hogy mit is adhat egy gyermeknek a sport. Hogyan segítheti egy tudományos módszer a sport antropometriai mérés a sportág választást? Sportágajánló rovatunkban a Korcsolya sportágat és szakágait mutatjuk be. Sportágat választani felnőtt fejjel is lehet. Ebben segít két értékes kezdeményezés, a Közösség az egészségét és az 5 próba Rióba program. Mai adásunkban egy különleges sportággal, a kiflinggel is megismerkedhetnek. Kiemelt programajánlónkban a december 13-ai téli sportágválasztóra hívjuk fel a figyelmet. Sportról gyerekszemmel rovatunkban egy-egy már sportoló gyermek mesél arról, hogy mit is jelent neki a sportolás, mit ad neki a sport. Bízunk benne, hogy a kedves, de bölcs gondolatok mások számára is motiválóan hatnak. Mit nyernék és mit veszítenék, ha nem sportolnék? Hát, naponta minimum 4 órával több szabadidőm lenne. Hamarabb lefekhetnék, nem kellene este holtfáradtan tanulnom, többet lustálkodhatnék, nem kellene folyton rohanni, hogy minden beleférjen egy napban, minden egyes edzésen gatyáig izzadni. Mi lenne velem, ha nem sportolhatnék? Lehet, hogy többször lennék beteg. Soha nem állhattam volna fel a dobogó legfelső fokára, mosolyogva, várva, hogy fotózzanak. Nem lehettem volna jó tanuló, jó sportoló, legfeljebb jó tanuló. Nem kaptam volna annyi dicséretet, kitüntetést. Nem lenne annyi jó barátom az egész országban és külföldön. Talán nem is tudnám kezelni a sikereket és elviselni a kudarcokat. A sport erre is megtanít. Tudom, hogy a szüleim akkor is szeretnének, ha nem lennék sikeres, de nagyon jó érzés, hogy ennyire büszkék rám. Szóval a sport olyan nekem, mint egy kanálméz a reggeli teámban. Anélkül is meginnám, de nagyon hiányozna. Tudományosan. Sok minden befolyásolhatja, hogy melyik sportág mellett kötünk ki. A döntés sokszor nem egyszerű. Szerepet játszik a pénztárca, hogy mennyire található meg a sportág a lakóhelyhez közel, de az is nagyon fontos, hogy a gyermek érzelmi alapon melyik sportág felé vonzódik. És persze az sem utolsó szempont, hogy a testalkathoz milyen sportágak passzolnak. Ez utóbbi megállapításához nyújthat segítséget a sportantropometriai mérés. A Magyar Edzők Társasága 1993-ban alakult, tehát közel 23 éve működünk lassan, és elsőleges célja, hogy az edzőknek, Magyarországon bármelyik sportágon dolgozó edzőknek érdekvédelmet szolgáltasson. Másrészt, ami szintén nagyon fontos tevékenységünk, hogy edző továbbképzéseket szervezünk. Mióta 1996-ban megszűnt a kötelező edző továbbképzés, óriási űr keletkezett. Nem kell az edzőknek gyakorlatilag megújítani a tudását, mint ahogy ezt más szakmákban kell, és ezt az űrt próbáljuk mi betölteni azzal, hogy egy évben 18-20 alkalommal mindenféle programot, konferenciákat, bemutatókat szervezünk az edzők részére. Az a véleményünk, hogy minden sport eredmény mögött
ott áll egy edző. Tehát az edző személye döntő egy sporteredmény elérésében, igaz ez egészen a kiválasztástól, tehát a legkisebb kortól kezdve egészen az olimpiai bajnoki cím eléréséig. Most az edzőnek a szeme az nyilván nagyon sokat számít, és hát nagyon fontos az, hogy az edző meglássa valakiben a tehetséget, adottságot, de ma már ez nem elég. Tehát valami olyan tudományos háttér kell, ami alapján a kiválasztásnál az edző eligazodhat. És ehhez az antropometriai vizsgálatok nagyon jó eszközül szolgálnak, hiszen már kisgyerekkorban lehet bizonyos előzetes jóslásokat tenni, ki mekkorára nő meg, milyenek lesznek a végtag hosszúságai, úgynevezett emelő viszonyai, tehát melyik sportágra lesz alkalmas. Most ezzel nagyon sok hát üres járatot lehet kiküszöbölni, hiszen hiába szeretne egy gyerek mondjuk kosárlabdázó lenni, hogyha kiderül az antropometriai mérésnél, hogy csak 175 centire fog várhatóan nőni. Tehát ezzel egyrészt a gyereket kiméljük meg, hát felesleges csalódásoktól, másrészt a szülőket is orientálni tudjuk, nem szólva arról, hogy az edző egy jelentős segítséget kap arra, hogy kivel érdemes neki foglalkoznia, kivel nem. Korábban is léteztek már ilyen mérések, ha nem is ilyen módszerrel és nem is ilyen alapossággal, és nem volt talán meg az a tudományos háttér, amely ennyi segítséget adhatott az edzőnek. Most, hogy ez a hát újfajta módszer elindult, én úgy gondolom, hogy ezt gyakorlatilag minden edzőnek, ha lehet, akkor jó lenne igénybe venni. Tehát amikor elkezd egy gyerekcsoporttal foglalkozni, akkor a kezdetben végrehajtani ezeket a méréseket, hogy ezáltal hát a saját munkáját könnyítse meg, és tegye sokkal hatékonyabbá. A Magyar Edzők Társasága mindenféleképpen nagyon fontosnak tartja, hogy ez a mérési módszer és ez a mérés nagyon széles körben elterjedjen, hisz, ahogy említettem már, ez nagyban elősegíti az edző munkáját, a kiválasztás hatékonyságát. Éppen ezért adunk támogatást ehhez, és akár a rendezvényeinken, akár más formában fölhívjuk az edzők figyelmét arra, hogy létezik ez a módszer, alkalmazzák ezt a módszert, és nagyon jó lenne, hogyha egy olyan adatbázis sikerülne létrehozni, ami aztán hosszabb távon elősegíteni a jövőben a kiválasztás folyamatát. A sportantropometriai mérést 7 éves kortól tudjuk elvégezni, és alapvetően a sportág választásban tudunk segíteni. Hogyha csapat sportról beszélgetünk, akkor ott pedig a szerepkör kiválasztásba is nagy segítséget nyújt, illetve az edzés módszerekbe, tehát hogy milyen edzés kellene követni, ez is alkatilag egy alkatfüggő dolog. Ez egy néhány perces mérés, fájdalommentes, összesen 24 paramétert mérünk meg, testsúly, testmagasság mellett bőrödőket, csontszélességet több ponton, illetve mellkas mélységet, mellkas szélességet több ponton, úgyhogy ezek az adatok a kiinduló mérési adatok. A mérés adatait bevisszük számítógépbe, ott 17 képet alapján elvégzi a számítógép a számításokat, és ez alapján a várható felnőttkori testmagasságot tudjuk megmondani, a testalkatot, a csontizom zsír, illetve a zsigerek mennyiségét, várható testmagasságot mondtam talán, és a biológiai kor még egy nagyon lényeges dolog, amit meg lehet mondani ebből a felmérésből. Van a csoportos méréseink, egyesületekbe, iskolákba, illetve egyedileg is lehet a misporta.hu weboldalon keresztül lehet bejelentkezni. Hát igen, a jobbik eset, amikor ilyen 7 éves kor körül elhozzák a gyermeket, de előfordul, hogy valaki csak 16-17 éves korában talál meg minket annak kapcsán, hogy korábbi eredmények már nem jönnek, romlik a teljesítmény és keresik a megoldást, és ilyenkor sajnos sok esetben már mi is csak azt tudjuk mondani, hogy nem jó irányt választottak, nem jó sportot, vagy nem jó edzésmódszereket követtek. Ha egy példát mondhatnék erre, volt olyan sportegyesület, ahol nagyon sok kapus jelöltet mértünk, és bizony kiderült, hogy csupán a 10%-uk fogja azt a testmagasságot elérni, ami a labdarúgásban a minimum. Tehát a nagy részüket teljesen fölöslegesen képzik erre, miközben egyébként egy más poszton vagy másik sportágban sikeresek lehetnének. Hát, hogyha valaki rossz sportágat választ, akkor ebből mindenféleképpen valamilyen sérülés előbb-utóbb lesz. Fizikai is, illetve pszichés sérülés. Hát ez attól függ, ugye ez nagyon lényeges dolog, általában meg is szoktuk kérdezni, hogy mennyire komoly célokat tűznek ki
Tehát azért ez nagy mértékben függ, bár én azt gondolom, hogy hobbi szinten, ha csak hobbi szinten sportol valaki, akkor is a sikerélményre szükség van, mint egyébként az élet minden más területén. Tehát ahhoz, hogy hosszú távon, felnőtt korában, vagy akár idősebb korában is még aktív, fizikailag aktív életet éljen, ahhoz azt gondolom, hogy a sikerélmény az egy alapvető fontosságú dolog. Ha meg komoly célokat tűz ki, akkor természetesen még inkább körültekintőnek kell lenni, részben így az antropometria kapcsán, de vannak egyéb vizsgálatok, illetve tesztek, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy ki mire alkalmas. Tehát itt a pszichés tesztekre gondolok elsősorban. Nagyon fontos, hogy milyen mentális állapotban van a gyermek, illetve sok esetben előfordul, hogy gyakoroltatnak vele valamit, de nem tudja végrehajtani. Most ameddig nem derül ki, hogy ennek mi az oka, mi a kiváltó oka annak, hogy mondjuk egy labdarúgás példáját tekintve, mondjuk egy középen játszó játékos, egy irányító nem passzol valamelyik irányba, ennek több oka lehet. Lehet, hogy jobbra nem olyan jó a perifériás látása, lehet, hogy jobb szélsőt kevésbé szereti, lehet, hogy a bal szélsőben jobban megbízik, hogy ha őt játssza meg, akkor az eredményesebb lesz. Tehát rengeteg kiváltóka van. Most ameddig ez nem derül ki, hogy neki miért nem megy egyik irányba a passzolás, addig nem lesz megoldás. Még ami eszembe jut ennek kapcsán, a mozgási időérzékelés is rendkívül fontos. Tehát neki nagyon jól kell tudni felmérni azt, hogy az ő labdája mennyi idő alatt fog odaérni, illetve a szélső hol lesz akkor, amikor a labda odaér. Tehát ezeket, ha nem jól méri fel, akkor nem lesz eredményes az ő munkája. Hogyha most azt vesszük figyelembe, hogy a sportág választásnak általában mik a szempontjai, tehát az, hogy hány busz megállóra van, mennyibe kerül, mit csinál a barátja, mik a szülő elképzelései, ezeket a szempontokat a figyelembe veszük, ezek az általános szempontok a sportág választásnál. Ehhez képest azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy az antropometria, ami a genetikailag meghatározott adottságokat méri fel, az a legfontosabb. És ezt követően célszerű a többit is figyelembe venni. Sportágajánló. Sportágajánló rovatunkban mozgástípusonként vesszük sorra a sportágakat, feltéve a kérdést, hogy az adott mozgásforma hogyan kezdhető el, kiknek ajánlott. Télvíz idején mi más is lehetne az első bemutató sportág, mint a korcsolya és azok szakágai. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetségnek jelenleg 5 szakága létezik, ebből 3 pontozásos és 2 gyorsasági ágazat. Ez úgy épül föl, hogy a pontozásos ágazatban műkorcsolya, ez az egyéni korcsolyázást jelenti, jégtánc, akik párba korcsolyáznak, és egy ilyen csapatsportágunk van, a szinkron korcsolyázás. Illetve most hát reményeink szerint megjelenik még a páros műkorcsolyázás is, ez nagyon-nagyon népszerű volt régen a szakágak között, de sajnos most már több évtizede nincsen. A gyorsasági ágazatunkban két ágazat van, az egyik a nagy hagyományokkal rendelkező nagypályás gyorskorcsolya, és egy fiatalabb, viszont nagyon sikeres sportág a short track, vagyis a gyors, rövidpályás gyorskorcsolya. A korcsolyázás szerintem minden gyereknek ki kell próbálni, én azt gondolom. 4 éves kortól már ajánlható. Előtte én azt gondolom, hogy picit korai, de meg lehet próbálni. 4 éves kortól mindenféleképpen. Szerintem azok a gyerekek, akiknek szép érzéke van, ritmus érzéke, szeretnek táncolni, mozogni, azok ugye egy ilyen pontozásos ágazatban a későbbiekben nagyon jól fel fogják magunkat találni. Aki meg szereti a szágoldozást, a sebességet, azok a gyorsasági ágazatban biztos megtalálják a számításaikat. A korcsolyázás egy nagyon összetett sport, és nagyon-nagyon sok mindent tudunk fejleszteni vele, egész kiskortól, tehát tényleg 4 éves kortól, amikor elkezdjük mondjuk egy korcsolyára tanítani a gyerekeket, akkor ott ugye a verbális készségeket fejlesztjük, amikor ugye egy jégiskolában mondjuk nekik a feladatokat, ugye a térben tájékozódnak szerintem, amikor mondjuk bolyákat rakunk ki, a koordinációjukat rendkívül ilyen fejleszti, a testtudatukat, hiszen mindig minden egyes feladatnál mondjuk, hogy éppen mire kell figyelniük, szóval nagyon szerteágazó, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó testtudatot alakít ki a gyermekekben.
A Korcsolyázó Szövetségnek nem titkolt célja, hogy egy erős utánpótlás bázist építsen föl. Erre is törekszünk most jelen pillanatban, de természetesen hobbiként is űzhető a korcsolyázás. Most már azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok jégpálya nyílt. Télen mindenféleképpen könnyen elérhető a sportág. Vidéki városokban is, Budapesten is rengeteg helyen. Én azt ajánlanám mindenkinek, hogyha korcsolyázást szeretnék kipróbálni, akkor feltétlenül jó felszerelést, jó korcsolyacipőt válasszon. Ez nagyon fontos, mert rögtön a korcsolyázás kezdetekor ez komoly probléma, hogyha esetleg rossz a felszerelés. Tehát elsősorban ajánlom, hogy olyan helyeken próbáljanak meg beszerezni felszerelést, olyan boltokban, akik kifejezetten korcsolyázással foglalkoznak. Hát ezen kívül ugye a kisgyerekeknek ajánlott jó meleg felszerelés, kesztyű elsősorban. Én nem vagyok híve speciál mondjuk a kobakoknak, térdvédőknek és különböző védőfelszereléseknek, de természetesen, hogyha valaki nagyon félti mondjuk a gyereket, ezzel sincs probléma, ha ez felszerelkezik vele. Én azt gondolom, hogy 20 000 forintból már azért el lehet indulni, lehet kapni olyan korcsolyát, ami igazán megfelelő mondjuk egy kezdő korcsolyázáshoz, és azért egy sí ruha, síruházat, melegruházat azért ebbe belefér, ebbe a 20, maximum 25 000 forintos keretbe. Sportág választás felnőtteknek. Sportágat választani nem csak gyerekként lehet. Ha felnőttként szeretnénk bekapcsolódni a sport világába, még fontosabb, hogy egy közösség segítsen minket az úton. Rovatunkban két ilyen programot mutatunk be, a Közösség az egészségért és az Öt próba Rióba programot. Egy éves lett a Közösségben az egészségért program, amely azokért az amatőr sportolókért jött létre, akik teljesen kezdők vagy újrakezdők, és rendszeresen mozogni szeretnének. A programhoz csatlakozott szabadidő sportolók gyalogolnak, túráznak, nordikoznak és triatlonoznak többek között. Mert hát a sportágválasztás nem csak gyermekkorban, hanem felnőttként is izgalmas kérdés. A Közösségben az egészségért program nagykövetei szakmai segítséget nyújtanak a teljesen kezdőknek, fontos infókkal látják el többek között a nyújtással, a bemelegítéssel vagy a lazítással kapcsolatban. A nagykövetek egy része messziről indult. Ők vagy komolyabb túlsúllyal a nyakukon, vagy egy betegség után kezdtek el rendszeresen sportolni, így hitelesen saját példájukat bemutatva tudnak segíteni a sportolással vagy az életmódváltással most ismerkedőknek. Az utóbbi időben már nem rendeznek nagy hazai futóversenyt a közösségiek nélkül. A kezdeményezést a Sporttime magazin álmodta meg és hozta életre. A mozgalom fő célja, hogy minél több emberrel megismertesse a mozgás és a sportolás szeretetét. Magyarország mostanra ugyanis sajnálatos módon az Európai Unió sereghajtója lett a népesség teljes körében elvégzett egészségügyi statisztikák alapján, ami tragikus eredmény. A vezető krónikus panaszok és halálesetek sorát még mindig a kardiológiai betegségek, döntően a magas vérnyomás, valamint a mozgásszervi megbetegedések és a cukorbetegség vezeti, pedig pont ezek azok, amelyek statisztikáin a megelőzéssel, egy kis odafigyeléssel, megfelelő minőségű táplálékkiegészítők bevitelével és természetesen a rendszeres mozgással vagy sporttal bizonyítottan javítani lehetne. Nos, ezen a javításon munkálkodnak, ha a Közösségben az egészségért program aktivistái, érdemes csatlakozni. A Magyar Olimpiai Bizottság Öt próba Rióba programja eseménysorozata elsősorban a felnőtt lakosságot szeretné mozgosítani. Olyan szülőket, felnőtteket bevonni a sportvilágába, akik eddig nem mozogtak rendszeresen, vagy valamiért abba hagyták a sportolást. De természetesen a fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség. Az olimpiai öt sportágban, futásban, úszásban, evezésben, kerékpározásban, gyaloglásban zajló próbatételekbe való bekapcsolódással, egy-egy rövid távval indítva, később akár a hosszú távokon való részvételekkel, az inaktív emberek a rendszeres sportolók táborába juthatnak el, és folyamatosan fejlődhetnek önmagukhoz képest. Az aktív sportolók számára pedig a több sportágban indulás és a hosszabb távok teljesítése adhat kihívást. Az Öt próba Rióba eseményein bárki átélheti a próbákon, tusákon keresztül az olimpiai játékok eszméjét, ahol az a legfontosabb érték, hogy igyekezettel, akaraterővel és kitartással a legjobbat hozza ki magából a sportoló. Az Öt próba Rióba budapesti és vidéki kiemelt szabadidősport eseményein öt klasszikus sportágban különböző távok teljesítésével pontokat lehet gyűjteni,
A pontokat beváltók pedig nyereménysorsoláson vesznek részt, ahol a sok értékes ajándék mellett a fődíj egy kétszemélyes utazás a riói olimpiára. Az első budapesti 5 próba Rióba kiemelt eseményre december 31-én kerül sor a Margit szigeten, ahol az 5-ből 4 tusa teljesítésére van lehetőség, futás, úszás, gyaloglás és kerékpározás sportágakban. Az év utolsó napján minden sportolni vágyó és életmódot váltani készülő embert várunk a Margit szigeten, ahol 4 próba közül választhatnak a számukra testhez álló távokban. A könnyen teljesíthető, rövidebb próbákon belekóstolhatnak a különböző sportágakba azok is, akik eddig csak kacérkodtak a gondolattal. A rendszeresen sportolók a hosszabb távokban bontakozhatnak ki, és itt a remek alkalom, hogy a megszokotton túl más sportágakba is belekóstoljanak. A cél, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, ismerjék meg a sport előnyös hatásait, és tapasztalják meg azt az életminőségjavulást, amit a rendszeres mozgás nyújtani tud. Ez is sport. A nagy hagyományokkal rendelkező klasszikus sportágak mellett Magyarországon folyamatosan bukkannak fel olyan különleges mozgásformák, amelyek még egy vágyfülű sportriporternek is újdonságot jelentenek. Ezek az érdekes sportágak lehet, hogy csak számunkra újak, és más országokban már nagy hagyományokkal bírnak. De hazánkat is szeretnék meghódítani. De lehetnek bizonyos sportágak új ötvözetei, vagy akár magyar találmányok. Magazinműsorunkban a kiflinget mutatjuk be. A kifling vagy kifüball egy magyar fiatalok által kitalált csapat sportlabdajáték, mely kb. 3-3 és fél éves múltra tekint vissza. Magát a játékot a jól ismert pelóta ütővel játsszuk, és ekkor a pelóta játék, most már a kifling pelóta játék köré lett kialakítva egy szabályrendszer, és több általános és középiskolás csoportnak, diáknak tartunk jelenleg edzéseket Budapesten. A mi egyesületünkben a Kornu Kifling Sporti esetben 8-10 fiatal sportol, de ezen kívül több 7. és 8. kerületi iskolában, illetve 15-14. Kerületi iskolákban is vannak edzések. Edzésenként 8-10 fővel lehet számolni, hiszen magát a játékot klasszikus általános és középiskolai tornateremben játsszuk, ahol 3, maximum 4 fő van egy csapatban, így összesen 6-8 fiatal tud lefoglalni egy mérkőzés. Így egy csapatra a 8-10 fő az bőven elegendő, tehát hogyha összeadjuk, akkor körülbelül 50-60 fiatalt foglalkoztunk most jelenleg ez a játék. Tehát a játékot 3-3 vagy 4-4 fős csapatok játsszák egymás ellen. A játék célja, hogy ezzel a pelóta vagy kifling ütővel a labdát eljutassuk a kapuba. Maga a kapu egy 2 méter magasan elhelyezett hálózott ovális cél, mely előtt egy félkör található, és az a cél, hogy ezen félkörön kívülről a labdát kapuba juttassuk. A játékot nem pontra játsszuk, hanem harmadok vannak, 3 harmadból áll a játék, 1 harmad 12 perc, és a 3 harmad alatt több pontot szerzett csapat nyeri a mérkőzést. A játék abszolút koedukált, tehát fiúk, lányok együtt játsszák, mivel még maga a játék létszáma nem duzzadt olyan nagyra, és a testi kontakt is minimális, így a lányok és a fiúk is egymás ellen kényelmesen tudják játszani a játékot. Idén fut a harmadik nagy budapesti kupasorozatunk. Ez a FLP Kifling Budapest Vándor Kupa névre hallgat. Ebben a kupasorozatban jelenleg 4 általános iskola vesz részt, minden hónapban van egy mérkőzés, egészen márciusig, aztán pedig playoffok után a döntőkön keresztül döntjük, hogy ki lesz a bajnokságnak a győztese, ezt minden évben megrendezzük, illetve most már hagyományosan 3 éve minden évben decemberben megrendezzük a Mikulás kupánkat is, ez például idén most december 10-én lesz. Kiemelt programajánló.
Kiemelt programajánlónkban a december 13-i téli sportág választó rendezvényre invitáljuk a nézőket. A Városligeti Műjégpályán megrendezésre kerülő eseményen a téli, télen gyakorolható sportágakat lehet kipróbálni szakemberek, edzők segítségével. A vasárnap 10 és 20 óra között nyitva tartó sportág választó rendezvényre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció a www.télisportágválasztó.hu oldalon érhető el. Reméljük, hasznos volt a velünk eltöltött idő. Ha műsorral vagy a sportág választással kapcsolatban kérdésük lenne, várjuk leveleiket az info@sportagválasztó.hu e-mail címen, illetve további információkkal a www.sportagválasztó.hu honlapon szolgálunk. A Válaszd a Sportot magazin műsor szakmai partnere a Nagy Sportág Választó. A műsor támogatója a Merkab ZRT, a sport elkötelezett híve. A műsor autós partnere a Renault Budapest.